Felújított udvar és konyha, átadták a Nyírbátori Bátori Anna Református Általános Iskola fejlesztéseit. Bölcsőde épült Nagydoboson, 36 gyermek ellátását tudják biztosítani a település új intézményében. Bajnok avató, Nyíregyházán a Kossuth téren vették át az aranyérmet a Spari játékosai és a szakmai stáb tagjai. Multifunkciós sportpálya, játszótér, kondipark, komplex felújításon esett át a Nyírbátori Bátori Anna Református Általános Iskola udvara. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az intézményben a konyhát is korszerűsítették, a munkálatokat idén tavasszal fejezték be. A beruházást kormányzati támogatásból finanszírozta a fenntartó helyi református egyházközség. Tavaly augusztusban még javában zajlottak a felújítási munkálatok. A Nyírbátori Bátori Anna Református Általános Iskola udvara 2024 év elejére készült el, tavasszal pedig a teljesen felújított konyha is megkezdte működését. A beruházás zárásaként átadó ünnepséget szervezett az intézmény. 4000 négyzetméter kapott új burkolatot, ez jelenti a térkövet, az új sportpályát, a rekordtámborításokat. Egy multifunkciós sportpálya készült, a gyerekeknek játszótér két helyen is, hogy az alsó tagozatosokat és a felsős tanszobásokat külön tudjuk választani. Egy futópálya is készült, és egy kondipark. A Bátori Anna Református Általános Iskola és Óvoda 12 éve a helyi egyházközség fenntartásában működik. Az épületet pedig 2022-ben kormányzati támogatással meg is vásárolták az önkormányzattól. Erre a kormánytól az általános iskola 1,3 milliárd forintos, az óvoda pedig 400 millió forintos forrást kapott. A Bátori Anna Református Általános Iskola és Óvoda összesen több mint 1,7 milliárd forint támogatást kapott. Ez annyiban speciális ez a támogatás, hogy duplán tudtunk ezzel adni. Az egyház kérésére nem csak az egyház gazdagodott ezzel a támogatással, hanem a város is, hiszen a támogatás jelentős része ingatlan vásárlásra fordítatott. A város jutott ezáltal a bevételhez, tehát ez a református egyház egy olyan konstrukciót tudott le nyomni a kormány torkán, persze ez nem volt túl nehéz, amivel mind az egyház, mind a város is jól járt. Az ünnepségen a város polgármestere elmondta, az intézményben 2016-tól folyamatosak a fejlesztések. Bár most egy beruházást, egy felújítást adunk át, de látni kell, hogy ez egy több mint 10 éves folyamatnak az eredménye, amikor a református egyházközség itt Nyírbátorban átvette az iskolát, és azóta minden évben fejlődik, bővül, átalakul az intézmény. Ebben vannak uniós pályázatok, van kormányzati támogatás, és hát közben még a tulajdonába is került az egyháznak, és mernénk kijelenteni, hogy a végéhez értünk, de tudjuk, hogy mindig vannak újabb feladatok. Bár azt el kell mondani, hogy ez, ami az elmúlt 10 évben megvalósult, ez több milliárdos fejlesztés ennek az intézménynek az életében, és nem csak az intézmény életében fontos ez, hanem a város életében, hiszen az oktatás, nevelés egy közösség számára talán a legfontosabb küldetés, és ebben nagyon fontos a különböző szereplőknek az együttműködése. A térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, 2018-tól 14 milliárd forint összegű támogatás érkezett a környező településekre az oktatási, nevelési infrastruktúra fejlesztése céljából. Ennyi támogatás a rendszerváltás óta nem érkezett oktatási nevelési támogatás címén, tehát az oktatási nevelési intézmények infrastruktúrális fejlesztéséről beszélek. Ebből 20 bölcsőde épült, 12 óvoda újult meg, illetve épült, és emlékeim szerint 19 iskolát tudtunk felújítani, míg ebből a 14 milliárd forintból 7,8, tehát 7,8 milliárd forint az egyházi fenntartású intézményekbe ment, jelesül ide a Bátori Anna Református iskolába. A Bátori Anna Református Általános Iskolába jelenleg 18 osztályban összesen 440 gyermek jár. A diákok a testnevelés órákon, szünetekben, oktatás után és edzéseken is használják a multifunkciós sportudvart.
A 3 év alatti gyermekek több mint 23%-a számára elérhető a bölcsődei ellátás valamelyik formája hazánkban. Az áprilisi adatok szerint meghaladta a 65 000-et a bölcsődei ellátást biztosító férőhelyek száma. Az elmúlt egy évben közel 5 000 férőhellyel bővült a hálózat. Ezt Vitályos Eszter közölte Nagydoboson a kormányzati támogatásból épült új bölcsőde átadásán. Így néz ki a 3 csoportszobás új nagydobosi bölcsőde. Az épület 36 gyermeket képes befogadni, így megkönnyítve a szülőknek a munkába járást és a visszatérést a munkavilágába. Az új korszerű épületben a szociális helységek, játékraktár, tálalókonyha és mosókonyha mellett egy a modern kor elvárásainak teljes mértékben megfelelő csoportszoba és játszó udvar is épült, korcsoportoknak megfelelő udvari eszközökkel. Egy 3 csoportszobás bölcsődéről van szó, ami azt jelenti, hogy 36 gyereket képes fogadni. Ezáltal megkönnyíteni a szülőknek akárcsak a munkába járást, vagy az elhelyezkedést, hiszen én emlékszem még arra, hogy igaz, hogy nekem kevesebb, de az öcsémre még Bözsi mama vigyázott annak idején, mert nem volt bölcsöde. Tehát akkor még nem voltak ilyen lehetőségeink, de mivel édesanyámnak munkába kellett állni, így meg kellett oldani ezt is. És azt gondolom, hogy meg is lett oldva. Maga az épület egyébként a Magyarország kormánya jóvoltából, topos forrásból, térségi operatív program keretein belül valósult meg. 496 millió forintból lett teljesen kész. És azt gondolom, hogy a település egyik díszére fog szolgálni. Vitályos Eszter a rendezvényen beszédében elmondta, 2010-hez képest megduplázódott a bölcsődei férőhelyek száma. Áprilisi adatok szerint a bölcsődei ellátást biztosító elérhető férőhelyek száma meghaladta 65 000-et az országban, ami azt jelenti, hogy az elmúlt egy évben közel 5 000 új bölcsődei férőhely jött létre. A bölcsődei ellátást biztosító férőhelyek száma 2010-hez képest mintegy megduplázódott. Az intézmények és a szolgáltatások száma, amelyek biztosítják a bölcsődei ellátást, több mint 4-szeresére nőtt az országban. A 3 év alatti gyermekek több mint 23%-a számára elérhető a bölcsődei ellátás valamelyik formája Magyarországon. Ez az eddigi legmagasabb arányszám. 2010-ben 11% volt, 11%-uk számára volt ez elérhető. Az országos lefedettség is folyamatosan javul. 2024 áprilisában már több mint 1150, azaz minden harmadik településen biztosított a bölcsődei ellátás. Ez 2010-hez képest 3,5-szer annyi települést jelent. A kormány szóvivő az átadón elmondta, jelenleg is folyamatos a kapacitás bővítés és fejlesztés a bölcsődei férőhelyek számát tekintve, hiszen több ezer férőhely bővítése zajlik az országban. Vitályos Eszter a bölcsődei szakemberek és az itt foglalkoztatottak bérezésével kapcsolatban hozzátette, 2010-hez képest 4-szeresére emelkedett a fizetésük, és bár ezen a területen még sok a feladat, a kormány nagy energiákkal folytatja ezt a munkát. Hogyha végignézünk itt Nagydobos településen, szembe a templom, mellettünk a hivatal, itt a bölcsőde, ebben az 5 évben több mint jóval több mint 1 milliárd forintos támogatást kapott ez a település, amire esély nem lett volna a 2010 előtti időszakban. Nagydoboson az egyházi méltóságok megáldották az épületet, majd a résztvevők szalagátvágással nyitották meg az új bölcsődét. Toátlövés íjjal, kés és bicska különlegességek, Kovács bemutató. Színes programokkal várták idén is a közönséget az Irány Ibrány című rendezvényre. Az önkormányzat civilekkel összefogva második alkalommal szervezte meg az eseményt. Különleges kések és bicskák az Ibrányi Városligetben. Az ibrányi bicskások legendáját megidézve szervezték meg második alkalommal az Irány Ibrány című egésznapos programot. A rendezvényen kiváló mesterek mutatták be míves sportékáikat. Kevesen tudják, de Ibránynak van egy bicskás hagyománya is. A századfordulón ott egy ilyen falucsúfoló utikalóz így számol be Ibrányról, illetve a szomszédos kis falvakról, hogy akit Kótajban meg nem lopnak, Ibrányban meg nem szúrnak,
halászban el nem szeretnek, vagy bujon el nem temetnek, az kimehet a világból. Úgyhogy ezt a fajta régi legendás ibrányi bicskásokat próbáljuk megidézni, amikor az ország legnevesebb, leghíresebb bicska és kézkészítő mestereit hívtuk meg, és nagy örömünk el is jöttek, több mint 20-an állítanak most ki itt Ibrányban, és ezek nem csak meglátogathatóak, hanem meg is vásárolhatóak ezek a termékek, ezek az alkotások. Forró volt a hangulat a Kovács Mesterek portáján is. Itt éppen szerencsepatkó készült. A találkozón a térség legjobb mesterei mutatták be különleges tudásukat. Talán annyiban változott, hogy már sajnos nincs annyi inas, nincs annyi segéd, a fiatalokat annyira nem lehet megszólítani, mert azért ez egy kemény dolog, itt azért izzadunk a tűz mellett, és leginkább gépesedett a történet, és gyakorlatilag az emberi erőt próbáljuk gépekkel kiváltani. Ennyiben változott, maga az alaptechnika, az alapmunkák, az alapműveletek azok ugyanazok. A rendezvényen a térség országgyűlési képviselője elmondta, Ibrány járásközponthoz méltó módon szervezik kulturális eseményeit. A hagyományokból táplálkozunk, és itt Ibrányban felismerték, hogy érdemes a hagyományokat ápolni, őrizni és továbbadni a következő generációknak. Ez az Irány Ibrány című rendezvény az itteni értékekre akar alapozni, az identitástudatot, a helyi identitástudatot, a lokálpatriotizmust akarja erősíteni, és én azt gondolom, hogy Ibrányhoz kapcsolódnak a bicska kiállítások, a bicska vásárok, nagyon színvonalas most is. Aztán vannak itt fegyverkovácsok, dísz- és fegyverkovácsok, akik bemutató kovácsolást tartanak, és emellett más közösségi programok is, úgy, ahogy egy járásközponttól kell. Baracsi Endre, a Vármegyei Közgyűlés alelnöke a közösségépítés fontosságáról is beszélt. Ibrány egy nagyon értékes város, és az értékeket, hogyha már itt szóba hoztuk, akkor nem csak a hagyományokra gondolok, hanem azért a közösségre, aki élteti ezt a települést. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye szempontjából is, hiszen mi nagyon sokat dolgozunk azért, hogy azt az identitást, amely a szülőföldhöz kötődő ragaszkodást jelenti, vagy éppen a helyi közösségekben megjelenő potenciált, azt minden településen igyekszünk erősíteni. Jó pár programot megvalósítottunk erre, és Ibrány ebben mindig partner volt. És pontosan azért, mert itt is működik egy olyan kovásza, a településnek egy olyan közösségi élet zajlik, amely akár sportrendezvényekre, hiszen itt azért kerékpár versenyek is évről évre valósul meg, vagy éppen pont a mai rendezvényen, az Irány Ibrány rendezvényen is abszolút kézzelfogható, hiszen itt baráti, családi közösségek éltetik és működtetik ezt a rendezvényt is, természetesen a polgármesterek szervezésével, a polgármesteri hivatal szervezésében. A rendezvény díszvendége volt Mónus József, világrekorder távlövő íjász, aki a Városligeti tó felett is átlőtte nyilait. A tó picivel többször, mint 100 méter, vagy 110 méter, tehát ez igen pici tó. Pont az a határ, ahol már tudsz lőni, mert általában évben szoktam ezeket a harci nyilvesszőket lőni, fütyülős nyilvesszővel. Ez azt jelenti, hogy fütyül is, de ugyanakkor a lőtáv erősen csorbul ezáltal, de minimum ilyen 100 méter fölött kell lenni, hogy évbe tudjon felülni. Ez pont alkalmas volt rá, úgyhogy egy csodálatos napon Ibrány ligetébe, városligetébe, azt gondolom rengeteg ember előtt büszkeségről, zászló becsületéről tartottam egy kis beszédet, előadást, és ezek a nyilvesszők valójában a múlt tiszteletére repültek ma. Az Irány Ibrány program sorozat egyik szervezője volt a Vándorsólyom IJASZ Egyesület, amelynek két tagja május végén Isztambulban versenyezhet majd a Hódító Kupája nevű világversenyen. 5 év alatt már 184 millió darab fát ültettek el az országfásítási program keretében, közölte Nagy István agrárminiszter közösségi felületén. Ebből több mint 172 millió fa a vidékfejlesztési program erdőtelepítéseivel került a földbe. Az állami erdészeti társaságok közreműködésének köszönhetően 4,3 millió fával gyarapodott az újszülöttek erdeje program, és 7 milliót tettek ki a mintafásítási kezdeményezések. Az elmúlt 5 évben a legtöbb erdőt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Hajdú-Bihar vármegyében és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében telepítettek. Pünkösdi programokkal várták vasárnap és hétfőn a Sóstói Múzeumfaluban a vendégeket. A hívők ilyenkor a húsvét lezárását, a Szentlélek eljövetelét ünneplik. A skanzenben kulturális programokat és különböző vetélkedőket szerveztek, miközben étel különlegességeket is kóstolhattak a résztvevők. Nézd meg!
népzene, tánc és mindenféle finomság várta a kiérkezőket a színpadi programokon túl hétfőn a Sóstói Múzeum faluban. A látogatók bepillantást nyerhettek továbbá egy letűntkor iskolai tanórájába, és megmérettethették magukat a fiatal és már nem annyira fiatal legények is a pünkösdi királyválasztáson. Az Esztenás zenekar népzenei koncerttel és táncházzal szórakoztatta a faluközpontba érkező vendégeket. A római katolikus egyházban találunk olyan szokásokat, a templomot kiülve jönnek olyan lányszokások főleg, amikor ma vagyonolnak. Házról házra járva a leányok, adományt gyűjtenek, kalácsot, süteményt, pünkösdi énekeket énekelnek, a legkisebb lányt középre veszik egy nagyon szép kendő alatt, és viszik körbe a pünkösdi királynét. Ez egy izgalmas szokás itt a mi megyénkben. De a pünkösdi királyválasztásra is vannak adataink, hiszen Rakamasz környékén lóversenybe mérettettek meg a fiatal legények. A legügyesebb, leggyorsabb legény, aki a távot lelovagolta, ő lett a pünkösdi király. Hát a pünkösdi királyság egy évre szóló jutalom volt, természetesen a kocsmába adtak ingyen neki, és bizony azt követően újra meg kellett mérettetni. A húsvét utáni 50. napon ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, tehát pünkösd napján a keresztény hitvilág megváltójának, Jézus Krisztusnak a mennybe meneteléről, valamint a Szentlélek kiáradásáról emlékeznek meg a keresztény hívők. Ez egy nagyon fontos ünnep a falusi ember életében, bármilyen keresztény vallású is legyen, hiszen a pünkösd a tavaszi ünnepkör lezárása, a nyári ünnepkör elindítása, elkezdődnek a nyári munkák is, és ez az utolsó lezáró aktus, mielőtt a földeken kell végezni a munkát. Pünkösd a Szentlélek kitöltekezésének ünnepe, és az első egyháznak a megalakulása, a nagy keresztény egyház ünnepe ez, és hát természetesen, mivel református templomunk van, reformátusok szempontjából ez azért különleges, hiszen a most frissen konfirmáltak számára az első úrvacsora vételnek is az alkalma, és a református templomunk ennek megfelelően van zölden felvirágozva. Nagyon fontos, hogy felvirágozva legyen, ünnepeljük ezt az eseményt. Pünköst hétfőn természetesen nem maradhatott el a pünkösdi királylány megválasztása sem. Hajdan a falu leányai közül évenként választották meg, a leány elsősorban erényessége, szelídsége és szorgalma miatt nyerte el ezt a kitüntető címet. Győzelemmel búcsúzott el a Balmazújvárosi pályától a Nyíregyháza Spartakusz. Timár Krisztián együttese az MB2 33. fordulójában a Csákvárt verte 2-1-re. A mérkőzést követően Nyíregyházán a Kossuth téren vették át az aranyérmet a játékosok és a szakmai stáb tagjai. A Spari a záró fordulóban Kozár Mislenyben lép pályára. Már bajnokként lépett pályára az utolsó előtti fordulóban a Spari, és bajnokhoz méltóan le is győzte a Csákvárt Balmazújvárosi búcsúmeccsén. A találkozó után a nyíregyházi Kossuth téren várták a szurkolók a csapatot, ahol elkezdődött a bajnokavatult ceremónia. Timár Krisztián vezetőedző szerint a sok munka és a kialakult jó közösség volt a siker záloga. Szerintem a siker titka az abszolút a két dologba, a munkába, rengeteget dolgoztak ezek a srácok elejétől kezdve, nagyon sokat edzettünk azért, hogy ez a siker megvalósuljon, és az a csapat egység, az a kohézió, hogy tényleg hittünk egymásból elejétől kezdve, tényleg nem a körülményekkel, nem a kifogásokkal foglalkoztunk, hanem tényleg lépésről lépésre haladtunk, és a kemény munka meghozta a sikerét, és látszik, hogy ez lett a végeredmény, hogy igazából hazai pályán veretlenül, összességében csak 3 vereséggel lehoztuk ezt a bajnokságot, és tényleg újra NB1-es lett a Spari. A klub elnöke és tulajdonosa Révész Bálint reményei szerint az élvonalban is sikeresen szerepel majd a csapat. Nehezen találok szavakat. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien kijöttetek. Én annyit tudok ígérni, hogy ugyanolyan kitartással folytatom tovább a futballt, és megteszek mindent, hogy a polgármester úr mondta, hogy menjünk előre, és próbálunk mindent megtenni, hogy Nyíregyházán még jobban szeressék meg a focit, legyen sokszor teltház, legyen mindennek boldogság, úgyhogy nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm a csapatnak, a futballistáknak, a szakmai stábnak, a Fekete Tivadarnak, a vezetőedzőnek, Témák Krisztiánnak,
Nagyon szépen köszönöm Dankor Gergőnek. Természetesen a önkormányzatnak. A 33. forduló további eredményei a következők: Siófok Kozár Misleny 0-3, Tiszakéske BVSC Zugló 1-1, Budapest Honvéd Gyirmót 2-2, Szombathely Ajka 1-3, Soroksár Kazincz Barcika 3-1, Budafok Pécs 2-0, Szeged Mosonmagyaróvár 3-2 és Eto FC Győr Vasas 3-2. A tabella élén a Nyíregyháza áll 76 ponttal, megelőzve a 66 pontos Győrt és a 64 pontos Vasast. A Spari a zárófordulóban az 5. Kozár Misleny otthonában lép pályára. Bereséggel búcsúzott az NB1-től a kisvárdai futballcsapat. Feckó Tamás együttese Pakson kapott ki 2-1-re. A forduló további eredményei a következők: Mezőkövesd MTK Budapest 1-1, Puskás Akadémia Debrecen 4-1, Fehérvár FC DVTK 0-0, Kecskemét Zalaegerszeg 2-1 és Ferencváros Újpest 2-0. A bajnoki címet a Ferencváros szerezte meg a Paks és a Puskás Akadémia előtt. A 11. Kisvárda és a 12. Mezőkövest kiesett az NB1-ből. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Átadták a nyírbátori Bátori Anna Református Általános Iskolai és Óvoda felújított konyháját és udvarát. A munkálatok idén tavasszal fejeződtek be. A helyi református egyházközség intézménye kormányzati forrásból finanszírozta a beruházást. Három csoportszobás, 36 gyermeket befogadó új bölcsődét adtak át Nagydoboson. A közel 500 millió forintos kormányzati támogatásból épült intézmény átadásán elhangzott. Az áprilisi adatok szerint meghaladta 65 000-et a bölcsődei ellátást biztosító férőhelyek száma az országban, az elmúlt egy évben pedig közel 5 000 férőhellyel bővült a hálózat. Megszerezte 23. bajnoki győzelmét a Nyíregyháza Spartakusz, a Spari az NB2 33. fordulójában a Csákvárt verte 2-1-re. A meccs után Nyíregyházán a Kossuth téren vették át az aranyérmet a játékosok és a szakmai stáb tagjai. Tímár Krisztián együttese az utolsó fordulóban Kozár Mislenyben lép pályára. Május 21-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán keleten egész nap erősen felhős idő várható, ismétlődő esőkkel, záporokkal, helyenként zivatarokkal. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli, délnyugati, illetve a nyugati szél. A nyugati országrészhez képest néhány fokkal melegebb lesz, a hőmérséklet 22 és 26 fok között valószínű.